Időközi választás Demecseren, július 31-én vasárnap választják újra a hétfőn felosztott képviselőtestületet. Erdei Zsolt és Zséda Nyíregyházán a tehetségeket kereste a boxoló és az énekes a megye székhelyen. Új tulajdonosa van a Sparinak, Brek János élet a klubot működtető társaság, Révész Bálint a háttérben támogatja a csapatot. Forró nyár elé néz Demecser, július 31-én vasárnap tartják az időközi önkormányzati választást a településen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ma döntött az illetékes bizottság az időpontról. Azért kell újra választani a képviselőtestületet, mert az előző hétfőn feloszlatta önmagát. A feloszlatás mellett kardoskodó négy képviselő közül egyik sem akar kameránk elé állni, hogy elmondja, miért döntött így. Ez Demecser belvárosa. Kora délután sokan a Városháza előtti buszmegállóban várakoztak. A lakosok közül akadtak olyanok, akik nem is hallottak a helyi testület feloszlásáról, de volt, aki igen. Annyit tudunk, amennyit kommunikáltak, hogy érdekellenteit van a képviselőtestület tagjai meg a polgármester úr között. Aztán, hogy ez miben nyilvánul meg, ezt a zárt testületi ülések miatt igazándiból nem tudjuk. Megkerestük a testület feloszlatását kezdeményező négy képviselő közül Mák Jánost. Ő nem akart kameránk elé állni, viszont elmondta, hogy azért oszlatták fel a képviselő testületet, mert nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, nyilatkozni pedig azért nem akarnak, mert nem szeretnének sajtóhadjáratot indítani. Mák János édesapja, a település korábbi alpolgármestere azonban nyilatkozott stábunknak. Én úgy ítélem meg, hogy a konstruktivitás hiányzott, a korrekt együttműködés. Sajnos ez a polgármester, Váradi László is beleesett abba a hibába, amiben sajnos sok polgármester Magyarországon, illetve látjuk Szabolcs megyében is több képviselőtestület feloszlott, hogy megy a maga feje után, és nem mondja be megfelelő módon a képviselőtestületet. Közmunkások térköveznek Demecserben, a kisváros folyamatosan szépül, fejlődik, a hétfői testületi ülésen pedig további fejlesztésekről is döntöttek a képviselők. A jegyző televíziónknak elmondta, többek között arról határoztak, hogy pályázatokat nyújtanak be a közeljövőben, hogy fejlesszék az önkormányzati konyhát, felújítsák az óvoda területén található régi kastélyt, az egykori keményítő, majd kólagyár területét is hasznosítanák egy úgynevezett barnamezős pályázat keretében, ám a testületi ülésen nem csak pozitív döntések születtek. A képviselőtestület 6 plusz a polgármester létszámból áll, így négy főnek kell lenni ahhoz, hogy egy önfeloszlatást a testület kimondjon. Ez a négy fő jelen esetben Demecserben is megvolt. A négy képviselő egyhangulag az együttműködés hiányára okot adva kezdeményezte a feloszlatás kimondatását, és négyen meg is szavazták a három kisebbséggel szemben. A folytatása a következő, a testületi határozat után a helyi választási bizottság összeül, és a törvény által biztosított határidőkön belül kijelöli azt a napot, amikor a választást meg kell tartani. A választási bizottság ma délután döntött, ennek értelmében az időközi választást július 31-én tartják majd Demecserben, a településen polgármestert és képviselőket választanak. Létfontosságú, hogy ne csak a parlament, hanem a magyar emberek is elutasítsák a kötelező betelepítési kvótát. Erre hívta fel a figyelmet Csókai András, idegsebész, a Civil Összefogás Fórum vásárosnemény előadásán. Az agykutató szerint ezért nem jó megoldás az alkotmánymódosítás. Népszavazással kell véleményt mondani az uniós törekvésekről. Az Európai Unióban egyre komolyabb kihívást jelent az illegális migráció, tekintettel arra, hogy évről évre bevándorlók áradata érkezik a tagállamokba. Ezek a felvételek tavaly szeptemberben készültek a keleti pályaudvarnál, a műszaki határzár felállítása előtt. A jelenség számos gazdasági, vallási és szociális feszültségforrás okozója. A Civil Összefogás Fórum ezért tartja fontosnak a párbeszédet a problémáról. A Civil Összefogás Fórum markáns véleményt fogalmazott meg, támogatva a miniszterelnök urat és a kormányt a migrációs kérdésben is. És a mai állomás egy olyan előadás, amikor nem politikusnak a véleményét hallhatjuk arról, hogy számára mit is jelent a 21. század kihívása Európában és a világban.
Vásárosnaményban Csókai András agykutató tartott előadást az illegális migrációról. Véleménye szerint fontos, hogy az unió betelepítési kvótája elleni népszavazáson minél magasabb legyen a részvétel. Nincs igaza abban a Jobbiknak, hogy emeljék be a alkotmánymódosításba, mert akkor azt mondják, hogy jó, hát ez a parlament műve, az emberek nem így gondolkodnak. Így viszont fölállítottuk magunknak a mércét, hogy bebizonyítani, hogy igenis ebből a 10 millió magyarnak a 80%-a így gondolkodik, és így egy erős, mondjuk így ütőkártyává válik ez Európában és a visegrádi négyekben. A Civil Összefogás Fórum rendezvényein az előadók azt tapasztalják, a magyar emberek többsége elutasítja a migránsok kötelező betelepítését. Sok a tehetséges fiatal Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, a Nemzeti Tehetségprogramba innen érkezik a harmadik legtöbb pályázat. Idén több mint 2000-et adtak be. Ma Erdei Zsolttal és Zsidával is találkozhattak a fiatalok Nyíregyházán. A Kántemusz fiókórus is a megye tehetségei közé tartozik. Ők is felléptek a Kodály Zoltán általános iskolában. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kiemelte, ők is támogatják a tehetségeket, nemrégiben egy ifjúsági kerekasztalt is létrehoztak. A rendezvényen ott volt a profi világbajnok boxoló Erdei Zsolt is. Csak abban lehetünk igazából sikeresek, amit örömmel, szeretettel, boldogan csinálunk, mert hogyha kinkeserves az egész, és nincsen kedvünk hozzá, csak a szüleink erőltetik, vagy csak mások próbálnak minket rákényszeríteni arra, hogy csináljuk a dolgunkat, akkor az nem fog menni, tehát ennek szívből kell jönni. És a tehetségprogram, én remélem, hogy nyilvánvalóan azokat a gyerekeket karolja elsősorban fel, akik ezt szívvel, lélekkel csinálják, és látják rajtuk, hogy ők valóban a jövő nemzedéke. A felajánlott adó 1%-okból, valamint a kormány segítségével összesen 2,8 milliárd forintos tehetséggondozási programot hirdettek 2016-ban, amire intézmények, szervezetek, kulturális központok is jelentkeztek. A tehetség sokszínű, sportban, művészetekben vagy akár tudományokban kiemelkedő iskolásokat segítik a pályázati forrásokból. A megyét azt gondolom, hogy nagyon jól jellemzi az itt lévő sok tehetséges magyar fiatalt, hogy az egyik legtöbbet pályázó megyéről van szó. Ha csak azt nézzük, hogy az egyéni fejlesztési ösztöndíjra hány fiatal jelentkezett, akkor a tavalyi évben a harmadik legtöbb pályázót ez a megye küldte. Én azt gondolom, hogy a megyének erre büszkének kell lennie, és arra biztatom a megye fiataljait, hogy éljenek 2016-ban is ezzel a lehetőséggel. Az idei pályázatok beadási határideje múlt héten járt le. Összesen több mint 2000 érkezett. Ebben az évben már határon túli intézmények is jelentkezhettek a programba, annak érdekében, hogy minden magyar fiatal részt vehessen a tehetséggondozásban. Az összes parlamenti párt ifjúsági tagozatát meghívta április végén egy kerekasztal beszélgetésre az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség nyíregyházi szervezete. Az eszmecseréről ma számoltak be a fiatal politikusok. Dobránszky Dániel városi elnök azt mondta, olyan jól sikerült a megbeszélés, hogy folytatni fogják. Egyetértettünk azzal, hogy mindenféleképpen fontos az, hogy az egyetemeken, valamint a felsőoktatási intézményekben részt vegyünk és szerepet tudjunk vállalni. Beszéltünk még arról, hogy a nyíregyházi főiskola egyetemmé alakult, és hogy ez nagyon-nagyon fontos az itt lakók számára, a fiatalok számára, mivel az értékeket itt tudjuk tartani Nyíregyházán, és a nyíregyházi fiatalok itt is tudnak maradni, és itt tudnak munkát vállalni, mivel rengeteg új munkalehetőséget biztosít a város a fiataloknak. Nyíregyházán született, Párizsban él, de a telet Tájföldön tölti. Franyó átolt festményeiből Máté Szalkán nyílt kiállítás. A különleges tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Váltás történt a Nyíregyháza Spartakusznál, Brek János 100%-os tulajdonába került a labdarúgó csapatot üzemeltető Kft. A korábbi tulaj, Révész Bálint a jövőben elnökként és támogatóként segíti a klubot. A legjobb négy közé kerülés a célja a nyíregyházi fiú kadett kosárlabda csapatnak a csütörtökön kezdődő országos döntőben. Bockó Ádám együttese a csoportmeccseken a házigazda Debreceni Kosárlabda Akadémia, a Szeged és a Budapesti Honvéd ellen lép pályára.
Tudás és hit, szent és profán, tudós és civil, nincs is nagy ellentét. Erre is felhívja a figyelmet a Nyíregyházi Tudáspresszó nevű programsorozat. A reformáció 500 éves évfordulójára szervezték az előadásokat, a beszélgetéseket a Kölcsey Televízió is rögzítette minden alkalommal. A keddi, negyedik előadás a függőségekről szólt. A reformáció 2017-es 500 éves évfordulójára készült többek között a Tudáspresszó programmal a Nyíregyháza kertvárosi evangélikus gyülekezet. Úgy döntöttek, kilépnek a megszokott keretek és a templom falai közül, és megmutatják, hogy a hit és a tudás nincs is messze egymástól. A tudomány és a teológia és a tudomány és a társadalom, az itt élők, azok nem fényévre kell, hogy lakjanak egymástól, hanem együtt keressék közösen az igazságot. És ebben a gondolatjegyében született meg ez a sorozat. Eddig 4 beszélgetést hallhattak az érdeklődők, volt szó a tudatos epigenetikáról, a társadalmi kirekesztődésről, a vallásokról, valamint a függőségekről. A Tudáspresszó témaválasztását mindig két tényező motiválja. Az egyik, hogy melyek azok a területek, ahol olyan új tudományos eredmények születnek, amelyek érdekesek, izgalmasak lehetnek a közvélemény számára. A másik pedig, hogy melyek azok a tudományterületek, amelyek iránt igazán nagy a közönség érdeklődése. Ez a két szempont az, ami alapján kiválaszthatjuk például ennek a sorozatnak is az előadásait. A keddi előadáson szó volt az egyszerű rutinról, valamint a már zavaró életvitelünket befolyásoló függőségekről. Addiktológus és pszichológus szakember gondolatait hallgatták az érdeklődők. Demetrovics Zsolt a függőt próbálta egyszerűen jellemezni. Az illető nem tudja ellátni a megfelelően az ő megszokott élethez kapcsolódó dolgokat, tehát a munkáját, a tanulmányi teljesítményét, a különböző szociális szerepeket, tehát a családi szerepeibe, házastársként, a gyerekekről való gondoskodás, nem táplálkozik megfelelően, nem alszik eleget, stb. A függőségekről szóló előadást május 20-án 20 óra 55 perckor láthatják a Kölcsey Televízióban. A Tudáspresszó következő ingyenes programját pedig május 24-én tartják Nyíregyházán. Akkor Farkas Eszter agykutató tart majd előadást. Franyó Ádolt képzőművész munkáiból nyílt kiállítás a Mátészalkai Szatmári Múzeumban. Az Enyészeti a Jövő című tárlat a természet pusztítására hívja fel a figyelmet. A nyíregyházi születésű művész Párizsban él, de a mostani kiállítás alkotásai téli szálláshelyén Tájföldön készültek. Nem szokványos kép fogadja a Franyó kiállításra érkezőket a Szatmári Múzeumban. A kiállító terem padlóján papírból készített mini fák felkiáltó jelként figyelmeztetik a látogatókat a környezetvédelemre. A művész a bennünket körülvevő természet tudatos pusztítására hívja fel a figyelmet. Alkotásai elkészítéséhez kidobott bútorokat és megégett fákat is felhasznált. Párizsba összeszedtem azokat a bútorokat, amiket kidobtak a szemétbe, ami tulajdonképpen egy ilyen bútordarabhoz legalább egy 60 cm átmérőjű fát kell kivágni, ami pár év után ott végzi a szemétbe, és gondoltam, hogy eképpen rehabilitálom az erdőt, tehát a kidobott bútordarabokra visszafestettem az erdőt, vagy pedig a Tájföldön a tűzből kimentett fára visszafestettem azt a fát, ami volt eredetileg. Az alkotásokat meg is vásárolhatják a művészetbarátok. Franyó Ádolt a bevétel felét a Mátészalkai Területi Kórháznak ajánlotta fel, mivel sok szállal kötődik a szatmári városhoz. A harmadik alkalommal állít ki itt a Szatmári Múzeumban, és hát nagyon jó baráti kapcsolatokat ápol Mátészalkával, mátészalkai lakosokkal, a Képes Géza általános iskolával, és hát nagyon sok művészetbarátom, művészet szerető emberrel itt Mátészalkán. A mai kiállítás egy teljes komplett kiállítás, amelyet a művész nem is Párizsban, hanem téli szálláshelyén Tájföldön alkotott. Franyó Ádolt kiállítását június 22-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Szatmári Múzeumban. Egy gyermek és édesanyja sérült meg kedden Nyíregyházán a Szarvas utcán, autójukkal lassítás nélkül egy fának hajtottak. Úgy tudjuk, hogy a nő az autóban lecsúszott torta után nyúlt, nem az utat nézte, ezért csapódtak fának. Az anyát és gyermekét kórházba szállították, az anyagi kár jelentős.
Váltás történt a Nyíregyháza Spartakusznál. Brek János 100%-os tulajdonába került a labdarúgó csapatot üzemeltető Kft. A korábbi tulaj, Révisz Bálint a jövőben elnökként és támogatóként segíti a klubot. A Spali a legutóbbi fordulóban 3-1-re verte a Realcot, legközelebb pedig Diósgyőrben lép pályára Mátyus János együttese. Új szerepkörbe került a Nyíregyháza Spartakusz korábban edzőként, szakmai igazgatóként, résztulajdonosként szolgáló Brek János, aki a hét elejétől 100%-os tulajdonosa a csapatot üzemeltető Kft.-nek. A korábbi tulajdonos Révész Bálint cégeinél több jelentős beruházás indul a jövőben, így ő hátrébb lépett, de elnökként és támogatóként marad a Sparinál. Felosztjuk a feladatokat egymás között. Nekem a Mátyus Janival az a feladatom, hogy a csapat bajnokként kerüljön az MB2-be, és egy olyan keretet, egy játékos állományt hozzunk össze, aki alkalmas arra, hogy kiharcolja az MB1-be jutást. Ehhez meg kell találni a jövő évi csapatot, le kell tenni egy költségvetést a Bálinnak. Az ügyvezetés, a menedzsmentnek pedig az a feladata, hogy a napi jogi pénzügyi dolgokat kezelje, és közösen velük egy olyan költségvetést tegyünk le, ami a jövő évi működésünket biztosítja. Bálint ezt átnézi, elfogadja, és úgy, mint eddig, biztosítani fogja hozzá az anyagi feltételeket. A csapat a szabadnapját követően a legutóbbi fordulóban 3-1-re legyőzte a Reacot, vasárnap pedig Miskolcon a Diósgyőr 2 ellen lép pályára Mátyus János együttese. Amikor még 5 meccsünk volt hátra, úgy kijelentettem a srácoknak, hogy egy ilyen kis mini bajnokságot szeretnék csinálni a hátralévő szakaszból, 5 mérkőzésből. Az első állomást abszolváltuk. Viszont most a legnehezebb állomás olyan szempontból is, hogy tudom azt, hogy mit jelent a szurkolóknak elutazni Nyíregyházáról Diósgyőrbe. Biztos, hogy rengeteg miskolci szurkoló is ki fog látogatni a mérkőzésre. A keleti derbinek hatalmas hagyománya van. Az más kérdés, hogy persze most a másik csapattal találkozunk, de ahogy hallottam, eléggé olyan megspékelt kerettel fogunk találkozni, hiszen rengeteg erősítésük lesz. Ha így állnak fel, ha úgy állnak fel, akár úgy állnak fel, nekünk a Diósgyőr ellen mindenképpen nyernünk kell. Az NB3 keleti csoportjának élén a Nyíregyháza Spartakusz áll 71 ponttal, megelőzve a 69 pontos, egy meccsel többet játszó Cegléd és az 59 pontos Cigándot. A legjobb 4 közé kerülés a célja a nyíregyházi fiú kadett kosárlabda csapatnak a csütörtökön kezdődő országos döntőben. Bockó Ádám együttese a csoportmeccseken a házigazda a Debreceni Kosárlabda Akadémia, a Szeged és a Budapest Honvéd ellen lép pályára. Tavaly Sopronban a 6. helyen végeztek az országos döntőben a nyíregyházi kadettkosarasok. Abból a csapatból jó néhányan tagjai annak az együttesnek, amelyik augusztus elején Bockó Ádám irányításával kezdte el a felkészülést. Az elmúlt 9 hónapban 2 selejtezőkört, plusz a keresztjátékot letudva 30 meccsen léptek pályára Sitku Mártonék, akik a Pécsi Kosárlabda Akadémia ellen tették meg az utolsó lépést a finálé felé. Idegenben 14 pontos vereséget szenvedtek a nyíregyháziak, akik hazai környezetben 17 pontos győzelmet arattak, így ott lehetnek Debrecenben. Az edző szerint egyik ellenféltől sem kell tartaniuk a döntőben. A rotációnk egy kicsit kisebb, mint a előrébb tartó csapatok rotációja, de én úgy gondolom, hogy a kezdőjátékosaink és hát van egy-két fiatal feltörekvő tehetség, akivel kiegészülve úgy gondolom, hogy erős csapat vagyunk is. A nyíregyházi csapat kulcsemberei közül Sitku Márton és Vaskó György tagja az U16-os válogatott keretnek. Utóbbi játékos is bizakodva várja a debreceni meccseket. Úgy gondolom, hogy mindenki megverhet mindenkit, és nem egy halálcsoportba kerültünk. Szerintem egy továbbjutás is benne van. Nagyon jó szerkezetű csapatunk van, és nagyon jó, nagyon motiváltak vagyunk. A nyíregyháziak először csütörtökön 13 órakor a hazaiak csapata ellen lépnek pályára az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Péntek délelőtt a Szeged, délután pedig a budapesti Honvéd vár Bockó Ádám együttesére, amelynek célja a legjobb 4 közé kerülés. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Forró nyár elé néz Demecser, július 31-én vasárnap tartják az időközi önkormányzati választást a településen. Ma döntött az illetékes bizottság az időpontról, azért kell újra választani a képviselőtestületet, mert az előző hétfőn feloszlatta önmagát. Sok a tehetséges fiatal Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, a Nemzeti Tehetségprogramba innen érkezik a 3. legtöbb pályázat. Idén több mint 2000-en adtak be. Ma Erdei Zsolttal és Édával is találkozhattak a fiatalok.
Franyó Ádott képzőművész munkáiból nyílt kiállítás a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban. Az Enyészeti a jövő című tárlat a természet pusztítására hívja fel a figyelmet. A nyíregyházi születési művész Párizsban él, de a mostani kiállítás alkotásai téli szálláshelyén, Tájföldön készültek. A Kölcsei Televízió híradóját látták május 11-én szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap is jelentkezünk. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, délutántól esővel. Közép-Európa fölé helyeződik egy ciklon, amelynek délkeleti oldalán enyhe, de nedves légtömegek érkeznek fölénk csütörtökön. Éjjel eleinte derült, később változóan felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. Az északkeletire forduló szél hajnalban helyenként megélénkül, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben egyre nagyobb területen beborul az ég, és a késő délutáni óráktól várható eső, intenzív záporok, sőt még zivatarok is kialakulnak. A keleti szél helyenként megélénkül, délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban az átlagosnál hűvösebb, kifejezetten csapadékos időre számíthatunk. Pénteken ugyan felszakadozik a zárt felhőzet és rövid napos időszakok mellett záporok várhatók, szombaton azonban újabb kiadós eső érkezik. Vasárnaptól ugyan több napsütésre, szárazabb időre készülhetünk, de az északnyugati széllel érkező hidegebb levegőben a 20 fokot még napközben sem közelíti meg a hőmérséklet. 1836-ban ezen a napon országszerte olyan nagy fagyok voltak, hogy teljesen elfagyott a szőlő, a kukorica, a krumpli és a tavaszi vetés is. 12-ére pedig Észak-Magyarországon helyenként 15 cm vastag hó hullott, és a kertek, erdők, fái ezrével töredeztek le a lombokra rakódott hó súlya alatt.